A görögkatolikus metropólia idén is megrendezte hagyományos farsangi báját a nyíregyházi Kontinentál arénában. A mulatsághoz Izaiás próféta könyvéből választottak mottót. Így hangzik: újjongó örömmel örülök az Úrban. Milyen örömről van itt szó, amely nem csak farsangjainkat, hanem nagybőtjeinket is képes éltetni? A nap egyik napon süt, másik nap nem süt. A derűre ború, a borúra újra derű, és ha így hullámozna bennünk ez az öröm is, amelyről beszélünk, akkor az nagy baj lenne. A lelkünk mélyére oda csöppentett egy olyan állandó örömet az Úr, amely ő benne gyökerezik, amely ő hozzá kötődik, és örülünk annak, hogy ő gondoskodik rólunk. Minden nehézségünk ellenére az Úrban örvendezünk, és ha nem is újjongunk folyamatosan, de amikor őróla beszélünk, amikor az ő kegyelmét magasztaljuk, akkor újjongani ismerünk. Egyébként pedig annak örülünk, hogy ilyen nagy Úr szolgálatában, a mindennapi teendőinkben megkapjuk azt a szükséges kegyelmet, amely hozzásegít, hogy a szeretet tovább terjedjen, hogy emberek túléljenek nagy válságokat, nehézségeket, és az élet tovább haladjon itt a Földön. A görögkatolikus farsangi bálon vagyunk, tele örömteli emberekkel. Az embernek az jut eszébe, hogy ez az öröm az Istenre hangolt életnek a gyümölcse, az eredménye. Így látja-e püspök atya is? Igen, mindenféleképpen így látom. Különösképpen is, amikor felvetődik annak a kérdése, hogy az élet nehézségei és megpróbáltatásai közepette hogyan lehet örülni. Én úgy gondolom, csak úgy, hogyha az ember észreveszi, hogy a Jóisten mindig küld vigasztalót, segítőt, akár egy másik embernek a személyében, akár egy élethelyzet kapcsán, tud vigasztalni és tud segítséget nyújtani, ami az örömnek, a vigasságnak a forrása és az oka. Hát így örülünk mi is, mert a Jóisten lehetővé tette számunkra, hogy a mai estén együtt örüljünk másokkal.